First of all, that they like to come here. És mi nagyon szeretjük őket. And we love them. Mint hogy az első járványokról látszott, hogy nem egy szokványos Isten tiszteleti keretben zajlik ez a hat után. As you could probably hear even from the first piece of music, it's not going to be the customary way of worshiping God, the way things we are used to here in this church. De kicsit betekinthetünk az amerikai testvéreknek a zenei világába és a dicsőítésnek egy másik formájába, amit ők gyakorolnak. But through this concert we can take a look into the music life, the music world of the United States and the churches there and how they worship God. Úgyhogy minden tagját köszöntjük a Metro Big Band csapatnak. So we'd like to welcome every single member of the Metro Big Band group. És természetesen vezetőket feltétlenül. And of course their leader. Ken Kirkland testvért, akit szeretnél köszönni papsal is. Our brother Ken Kirkland. És a vele érkezett zenészekkel együtt, akik tudjuk, hogy nem egy gyülekezetből jöttek, hanem számos államból, az Egyesült Államokon belül. And all the musicians who came with him, as you probably know, they didn't come from one church, they came from many different states within the US. Megpróbáltuk összeszedni, hogy melyik államokat képviseli. We tried to make a list of all the states that they're from. Georgia, Tennessee, Alabama, Nashville, Tennessee, a karmesteri honnan érkezett, Indiana, Texas, Oklahoma, Arizona. Did you get all the states? Yeah. Yeah. Szóval a többiek az USA-ból jöttek. And the others, the rest of them, they came from the US. És Magyarország, hát mi vagyunk itt a magyarok, meg a magyarországos vannak, akikkel szálltunk ebben a csapatba, és hát is örömmel köszönjük őket.
And so we have some musicians also from Hungary, and we're very happy to have them here on the team. Ez a zenekar arra készült, vagy arra specializálta magát, hogy kiváló hívő emberek, ez volt az első feltétel, álljanak össze, akik a hangszerekhez is nagyon jól értenek. The priority of this team is that they should have outstanding believers who are also professional musicians. These are two important conditions. Úgyhogy a fantasztikus énekeik, amelyek játszanak vannak, meg is fognak szólalni, és tudásokat fognak tenni a hitükről. So, in addition to the beautiful songs and music that will be played, they will also give you testimonials. Eddig már jártak Brazíliában, Finnországban, Skóciában, Japánban, Oroszországban, Ukrajnában, Portugáliában, Kubában, Ausztráliában és a legfantasztikusabb országban, Magyarországon. They have been to so many different countries, Brazil, Finland, Scotland, Japan, Russia, Ukraine, Portugal, Cuba, Australia, and of course the best country of all, Hungary. Itt Magyarországon 10 olyan gyülekezetben vagy városban voltak vagy mennek, amiből nem hagyták ki kispestet sem. Here in Hungary they give 10 concerts and we're very happy to be one of them, one of the places. Örülök, hogy mindenki elfogadta meghívásunkat. We're so happy that you accepted our invitation. Köszöntök mindenkit nagyon szeretettel. We'd like to welcome you as well. Nice to know. Különösen Kispest lakóit, akik most nézik és végigkísérik majd az Isten tiszteletünknek egy különleges formáját a televízió nyilvánosság előtt. Especially those of you who live here in the area, in this part of Budapest called Kispest, if you're watching the concert through the television broadcast. Már a karmester köszöntöttem név szerint. I already welcomed the conductor by name. De Debrát is köszöntjük, aki énekelni fog majd menet közben. We'd also like to welcome Debra, who will be the solo singer of the team. Igen. És kedves felesége, aki megszervezte az utat. And we'd also like to welcome Dan and Rose Smith, the ones who organized the Metro Big Band's trip here in Hungary. Akkor egy zsoltárral kezdjük meg, hogy folytassuk a szép esti alkalmunkat, hiszen a zsoltár is arra hozik bennünket, a 100. zsoltár, egy hálaadó zsoltár, így hangzik: újjongjatok az Úr előtt, ti egész föld, szolgáljatok az Úrnak örömmel, vígakozva járuljatok az ő színe elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek le kapuim hálaénekekkel, udvaraiba dicséretekkel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr, örökké tart szeretete és hűsége nemzetékről nemzetékre. Akkor Bibliába készült. Igen, valaki. This is Psalm 100. I don't have the English words, but we will get there. So it's a Thanksgiving song, and és arra bátor mindenkit, hogy örömmel, hálaadással dicsérjük az Urat, teljes hangerővel. So it encourages everyone to worship and praise God loud and with music and singing. Shall I read the verses? It's good. Okay. Úgyhogy most senki ne bántódja meg, teljes hangerővel és teljes erővel. So this will be loud and strong as it is written in Psalm 100, so we hope nobody will be offended. That's what we'll do now. Mennyédesatyánk, hálát adunk ezért a délutánért. Our Heavenly Father would like to thank you for this afternoon. Köszönjük, hogy előtted örülhetünk és igazhatunk. Thank you that we can be happy and we can rejoice. És meghívtál bennünket szent országodba. Because you have invited us into your holy land. Amely az örömnek a hazája. Which is the land of joy. Amely a boldogságnak a hazája. And happiness. És a teljességnek az otthona. And the holiness. Mi oda készülünk. We would like to go there. És arra kérjük, Urunk, hogy készít a szívünket, hogy háladással és örömmel tegyük be a következő lépéseket. And we're asking you, Lord, to prepare our hearts so we can enter with thanksgiving.
hogy múljék a szomorúság, a reménytelenség. That our sorrow and hopelessness would be gone. És benned való örömünk és irántadó tiszteletünk ezzel a délután is fokozódjék. And that our love and joy in you may grow this afternoon. Hallgass meg a mi imádságunkat Jézus Krisztus nevéért. Please listen to our prayer in Jesus' name we pray. Mondjuk együtt azt, hogy let's say together, Amen. 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 A szót az éleknek és az elének. So we give the word to music or words. Thank you.
United States. Az én nevem Cam Kirkland, és mi vagyunk a Metro Big Band, az Amerikai Egyesült Államokból. And it's a great privilege for us to be back here in this fellowship again. És nagy megtiszteltetés számunkra, hogy újra itt lehetünk ebben a közösségben. This is my fifth trip to Hungary. Ez nekem az ötödik utam Magyarországra. So it's my second home now. Most már a második otthonom is. És olyan jó érzés itt lenni a magyar, csodálatos magyar emberek között. And especially with the believers in Jesus Christ. És különösen Jézus Krisztusban hívő emberek közösségében lenni. Now, as was mentioned, the band comes from many different places in the US. Ahogy ez már elhangzott, az együttesnek a tagjai különböző államokból jöttek. This band was gathered together for one reason. Ez az együttes egy okból, egy célból jött létre. That was to be here with you tonight. És az, hogy itt legyünk ma este veletek. This band did not exist before Friday. Ez az együttes múlt péntek előtt még nem létezett. We had one rehearsal on Friday night. Péntek este volt egy darab próbánk. And here we are. És most pedig itt vagyunk. When we return to the United States next week. Amikor jövő héten visszamegyünk az USA-ba. This band will never play together again. Akkor többé nem fog összeállni újra ez az együttes ebben a formában. We are here for you. Tehát értetek, miattatok vagyunk itt. Now, we are part of a missions agency called Global Missions Project. Egy missziós szervezetnek vagyunk a tagjai, aminek az a neve, hogy Globális Missziós Projekt. And we have many Metro Big Bands. És nagyon sok, tehát több ilyen Metro Big Band is létezik. But each Metro Big Band is created for a specific project in a specific location. És minden egyes ilyen Metro Big Band együttes egy konkrét céllal, egy konkrét helyszínen áll össze és jön létre. We'll have a Metro Big Band going to Brazil in June, July. Van egy ugyanilyen Metro Big Band, amely Brazíliába megy júliusban. I have a Metro Big Band going to Portugal in October. Van egy másik Metro Big Band, amely októberben Portugáliába megy. And we have a Metro Big Band going to Guatemala. És decemberben pedig egy ugyanilyen csapat megy Guatemalába. We have two primary purposes. Két fő célunk van. We want to share the good news of Jesus Christ. Az egyik az, hogy szeretnék megosztani a Jézus Krisztus örömhírét, örömüzenetét. And we want to encourage the body of Christ, the church. És szeretnénk bátorítani a Krisztus gyülekezetét, az egyházat. And we use music as our tool to do that. És mi mindenre a zenét használjuk eszközként. Our goal is not just to play music. A célunk nem csak az, hogy együtt zenéljünk. It's to encourage you and lift up your spirits. Hanem az, hogy titeket bátorítsunk és felemeljük a ti lelketeket. And we know that music is one of the greatest magnets in the world. És tudjuk azt is, hogy a zene a világ egyik legfantasztikusabb mágnese. It draws people together. Összevonza, vagy vonza az embereket egymáshoz. And it's our goal to use that music to do that tonight. És ez a célunk ma este, hogy ezt a zenét ilyen célra használjuk. Now, we see our time here with you as a worship service. Mi úgy tekintünk erre az alkalomra veletek, mint egyfajta Isten tisztelet. We are here to glorify God. Azért vagyunk itt, hogy Isten dicsőítsük, akármit is teszünk. But it just happens to be through the medium of jazz. És mindez ma este éppen a jazz műfaján keresztül történik. I want to ask you a question. Szeretnék feltenni egy kérdést. On those first two pieces of music that we played, did anyone tap your toe? Megkérdezném, hogy az első két darabban eljátszottunk, volt-e valaki közöttek, aki elkezdte verni a ritmust a lábával? Oké. Okay. Jó. Ez jó? That's good. And, but you do have to be careful about tapping two toes. De figyeljétek arra, hogy nem mind a két lábatokkal verjétek a ritmust. Because that's dancing. Mert az már táncolásnak minősül. Well, I'll be honest with you, my back is to you and I can't see you anyway, but it's okay. Őszinte leszek veletek, úgyis a hátamat fogjátok látni, úgy se látok semmit, úgyhogy nekem teljesen mindegy. So we do want you to enjoy the music. Tehát szeretnénk, hogy élvezzétek a zenét. És igen is doboljatok a lábatokkal, tapsoljatok velük együtt. If you hear a song you know that you know the words to, I want you to sing with us too. Hogyha jön egy olyan ének, amelyet ti is ismertek, akkor nyugodtan énekeljétek velünk. És csak szeretnénk egy fantasztikus estét együtt tölteni veletek, úgyhogy közben felemeljük az Úr nevét. Okay, now that I've said that, most, hogy elmondtam mindezt, some of the songs that we use when we try
travel with Metro Big Band are not necessarily Christian songs. Azt is fontos elmondani, hogy van egy-két olyan ének, amelyet hoztunk nektek, amely nem feltétlenül keresztény ének, vagy dicsőítő ének. Sometimes we play in schools. Néha iskolákban is játszunk. And we may be a little bit more limited in what we're allowed to say in our testimony. És ott azért be vagyunk korlátozva olyan téren, hogy mit mondhatunk el a bizonyságtételeinkben. But we want to connect with the children. De nagyon szeretnék a gyerekekkel is kapcsolódni. And maybe have an opportunity to talk with them one-on-one later. És hogy később aztán velük is beszélgessük, tehát szemtől szemben. Well, this next song that we're doing is one of those songs that's just fun. A következő dal az pont egy ilyen ének, ami igazából egy örömteli. And I want to introduce to you our singer that's traveling with us. És most szeretném bemutatni a mi szóló énekesünket is, aki itt van velünk. And her name is Deborah. Őt Debrának hívják. And she's going to come have fun singing. És ő igazán fogja élvezni azt, hogy itt énekelhet ma este velünk. Thank you.
And jazz originated in the United States. And I won't go into all the history of it, but as it evolved, some traditions took place. Now, you've seen some of these musicians stand up and play solos occasionally in the music. And some of you may know this, and some of you may not. But they're not reading music. They have no notes in front of them. They're composing that music at the time that they're playing. It's called improvisation. And when they are playing that, it became a tradition over some period of time that when they would complete playing their improvised solo that they composed, that people would want to give them recognition for doing a good job. So right in the middle of the music, people would fall up and say, hey, that was good. And that's what I was encouraging you to do in this soloist play. So it's okay to do that. Tehát ezt rendben van, meg lehet tenni. Ah, I can hear you now. when the soloist stand to play, go ahead and let them know, say, that was good, that was good. Tehát amikor feláll egy zenész és szólót játszik, akkor nyugodtan tapsoljatok bele és bátorítsátok őt. And even if you don't think it's good, go ahead and do that. És mikor nem is tetszik, amit játszanak, vagy ahogy játszanak, azért tapsoljatok. Mert mindenkinek szüksége van bátorításra. The next song that we're playing is one that you know very well. Most egy olyan ének következik, amit szerintem ti is jól ismertek. It's a hymn that is sung all over the world. Egy olyan himnusz, amelyet a világ minden részén énekelnek. And in English it's called Amazing Grace, in Hungarian it's... Ennek angolul az a címe, hogy Amazing Grace, egy csodálatos kegyelem magyarul. Yeah, and although you've never heard it this way before. De ennek a magyar fordítása az úr irgalma végtelen. But this actually gives us a chance to feature some of our soloists within the band. És ez az ének lehetőséget ad arra, hogy egy másik zenészünk megcsillogtassa a szóló tehetségét. So if they can let them know they did a good job. Úgyhogy majd légy tapsoljatok közben, jó, és bátorítsátok őket. Thank you.
Isn't that fun? Hát nem jó mindezt csinálni? And God wants us to have fun. Isten azt akarja, hogy örüljünk és right. Jó legyen nekünk, nem? He wants us to have joy in our hearts. Azt akarja, hogy öröm legyen a szívünkben. And that's his music. És ez az ő zenéje. God is the author of music, the creator. Isten a zenének a szerzője, ő a teremtője mindennek. I believe that the reason he gave us music was for us to use it to praise him. Én meg vagyok róla győződve, hogy Isten azért adta az embernek a zenét, hogy arra használja, hogy őt dicsőítse vele. And that was not normal Sunday morning praise. És nem ez nem a tipikus vasárnap délelőtti dicsőítő ének, vagy zene. But I can promise you from these musicians, that was from their heart. De megígérhetem nektek, hogy összes zenészem nevében, hogy mindez a szívükből jött. They were offering praise to God. És Isten dicsőítik mindezt. And so that you could do the same. És hogy ti is ugyanezt tehessétek ezen keresztül. There's the next song that we do is an African American spiritual. A következő dal, amit játszom nektek, egy afrikai amerikai spirituálé. By the way, African American spirituals are the basis for a lot of jazz songs. És különben azt is fontos mondanom, hogy az afrikai amerikai zene nagyon sok jazznek, tehát a jazznek mint műfajnak az alapja. Many of these were songs that were sung in the slaves in the fields as they were. Ezek olyan dalok, ezek a spirituálék, nagyon sokat közülük a rabszolgák énekeltek itt a földöken munka közben. I'm not proud of that part of our American history when we had slavery. Nem vagyok büszke a történelmünknek erre a fejezetére, amikor rabszolgaság volt még Amerikában. But I am thankful for the rich musical heritage that came out of that. De nagyon hálás vagyok mindezért a gazdag zenei örökségért, ami ezen keresztül megadatott nekünk. And many of those African American spirituals were taken by jazz musicians in New Orleans. És nagyon sok spirituálét felhasználtak a jazz zenészek New Orleansban, a jazznek a szülőhazájában. And this next song is one of those. És a következő dal lesz pont egy ilyen. Now, the title of this is Guide My Feet, Lord. Ennek a címe az, hogy Uram, vezesd a lépteimet. In other words, it's a request to God. Please guide me. Tehát ez egyfajta kérés Isten felé, hogy Uram, vezess engem. It's not just talking about feet. Tehát nem csak a lábakról beszél, hogy vezess a lábamat, a léptemet. Wouldn't that be wonderful if that was our morning prayer, the first thing we said every morning when we got up? Nem lenne fantasztikus, hogyha minden reggel ez lenne az imádságunk, hogy tényleg azt mondhatnánk Istennek, hogy Uram, vezess a lépteimet, vezess a lábamat. Then we ask God to guide us in that day, the new day. Hogy arra kérnénk, hogy vezessen minket azon a napon, minden egyes napon, új napon. And that he would lead us through that day to do what he would have us to do. És hogy átvezessen minket azon a napon, hogy azt tegyük, azt történjen, amit ő szeretne. Well, this song is a great jazz rendition of this spiritual. Tehát a következő ének egy nagyon nagyszerű jazz változata ennek az eredetileg afrikai spirituálénak. Thank you.
szerepben hallgatni a tapsot. By the way, as we were preparing for to visit your country, ahogy készültük arra, hogy látogatást tegyünk itt az országotokban, the way these bands come together is that we send information out to musicians all over the United States. Ez úgy történik, hogy kiküldünk egy meghívó levelet Amerika szerte zenészekhez mindenfele. And as they see the information, they look at their schedules and see if they feel like God is calling them to do that and to come with us. És akkor megnézik az időpontot, megnézik, hogy ez belefér-e az életükbe, a naptárukba, és hogy tényleg elérje őket Isten arra, hogy csatlakozzanak ilyen projekthez. For this particular project, we never had a bass trombone player sign up. És olyan érdekes, hogy ahogy kiküldtük a meghívókat, nem jött össze trombita, tehát egy trombitásra, tehát hiány volt egy trombitásba. And the bottom trombone part is the bass trombone part of the four parts. És a négy részből a, hát ezt nem tudom, ezeket a... The lowest part. A legalacsonyabb hangokat játszó trombita, aki ott ül balra, róluk van szó, nem tudom a hivatalos megnevezést. Well, and then about a month and a half ago, I received an email from a young man in Hungary. És másfél hónap ezelőtt kaptam egy e-mailt egy fiatalembertől Magyarországról. And he said, I can do that. És azt mondta, hogy én leszek az a zenész. And I would like to do that. És szeretnék csatlakozni a csapathoz. And I said, és én pedig azt mondtam, you're hired. Hogy fel vagy véve. Even though he doesn't get paid. Még úgyis, hogy nem kap érte fizetést. He gets paid the opportunity to be with you tonight and be with these great musicians and to give praise to the Lord. Az a fizetségük mindannyiuknak, hogy itt lehetnek ma este, hogy Isten dicsőíthetik a zenéjükkel, és azzal, hogy ezt felvállalták. So I want to recognize your Hungarian musician, Christian. Úgyhogy szeretnék, hogyha Christian találtunk egy új barátot. We met a new brother in Christ. Egy új testvért Jézus Krisztusban. And I feel confident that we will have the opportunity to be together again. És biztos vagyok benne, hogy jövőben lesz még alkalom arra, hogy együtt szolgáljunk. What we're doing is we're going to have you sing. Most pedig ti fogtok énekelni. And Pastor, do we know that song? How great is our God? Ismerjük ezt az éneket? Hát majd meglátjuk. I see a couple of them. Igen, van mindenféle bólogatás, meg... But we have the lyrics. Meg lesz a szövege az éneket. We'll have the words on the screen. Ki lesz téve, ki lesz vetítve a szövege. Yes? Yes. Okay, good. Jó! Alright, so, I want to encourage you, watch you to come stand. Tehát szeretnénk a felelem álltunk, és együtt énekelnénk ezt a következő éneket.
I want to bring Deborah back up here again. Hívjuk vissza Debrát, és mindig elszínpadnak. She's going to sing a great old gospel hymn. És nagyon szép régi gospel himnuszt fog nekünk énekelni. It's called He Keeps Me Singing. Amelynek az a címe, hogy ő tart meg engem énekelni, vagy énekelve az Úrnak utal. And who is he? És ki az az ő? He is Jesus. Ő pedig Jézus.
klasszikus zenei neveltetésben volt része gyerekkoromtól fogva. At the university. Egészen az egyetemig. And through all of my school as well. És az összes iskolás évén keresztül. And I love what we call classical music. I love symphonies. És nagyon szeretem a klasszikus zenét, a komoly zenét, a szimfóniákat. And but as I have my musical taste is very broad. De a zenei ízlésem nagyon széles. And I love all of the music of the Lord. És az összes Isten dicsőítő zenét nagyon szeretem. And I'm thankful that number one we have great songs that were written several hundred years ago. És nagyon hálás vagyok azért, mert van nagyon sok olyan szép énekünk, amelyet több száz évvel ezelőtt szereztek. But I know that there's new songs being written today that glorify God. De azt is tudom, hogy ma is születnek olyan énekek, amelyek Isten dicsőítik. And I like them all. És mindegyiket nagyon szeretem. I'm thankful that there are people that have the ability to create new music in their hearts and that they want to do it for God. És nagyon hálás a szívem azért, hogy vannak ma is olyan zenészek, akiknek ott van a szívében a vágya arra, hogy Isten dicsőítő zenét írjanak, és meg is teszik mindezt. Well, this next song is actually an old hymn. A következő ének egy régi himnusz. I'm not sure that it's sung here in Hungary. Nem vagyok biztos benne, hogy ez magyarul is létezik. But the name of it is O Worship the King. Az a címe, hogy O imádjuk a királyt. Who's the king? És ki a király? Jesus is the king. Jézus a király. He's not only the king, he is the king of kings. Ő nem csak a király, hanem ő a királyok királya. And he is the Lord of lords. És ő az urak ura. And so this hymn talks about O Worship the King. Tehát ez az ének az O imádásáról, a királynak az imádásáról szól. Now, I'm not sure how this happened, but the arranger took this classic hymn and it became something else. Nem tudom, hogy történt mindez, de aki ezt a régi himnuszt ugye áthangszerelte, az valami egész mást hozott létre belőle. You're probably going to want to dance. Valószínűleg majd táncolni akartok, ha ezt meghalljátok. But I remind you, I'm not watching. És csak emlékeztetek, hogy nem fogom nézni benneteket. Okay. Nyugodtan. But he took this wonderful hymn that has a beautiful melody. Tehát vette ezt a régi himnuszt, aminek gyönyörű szép dallama van. And put it in the style of a Latin salsa beat. És latin salsa műfajra hangszerelte át. And when I said that, I saw some ladies over here smile really big. És ha láttam, hogy néhány hölgy itt a nézősorokban már is elmosolyodott. So I think that you'll enjoy. Tehát ez az O imádjuk a királyt című ének, mindez latin salsa stílusban.
Megnéztem, hogy mozorogtatok-e a helyeteken, táncoltatok-e. Okay. De az is rendben. You know, God made our emotions too. Tudjátok, Istentől kaptuk az érzelmeinket is. He wants us to be emotional creatures. És szeretné, hogyha érzelmes lények, érző lények lennénk. He just wants us to be emotional creatures for him. És azt akarja, hogy irányába is érezzük dolgokat. I want to share a little story with you. Szeretnék megosztani veletek egy kis történetet. Most of you know the story. Szerintem legtöbben ismeritek ezt a történetet. It comes from the Old Testament. Egy ószövetségi történet. And most of you know that God's people were they were enslaved by the Egyptians for many, many years. Talán tudjátok sokan, hogy Isten választott népe hosszú éveken keresztül egyiptomi fogságban volt. But through a series of miracles, God released them to begin a trek to this place that He called the Promised Land. De talán azt is tudjátok, hogy a csodák sorozatán keresztül végül is előkészített számukra egy utat, amelyen keresztül ugye, ahogy, tehát amelyen bevezet őket az ígéret földjére. And many things happened during their trek through the wilderness. És nagyon sok minden történt a pusztai vándorlások során. Including God's gift to them of the Ten Commandments. És többek között ekkor kapta meg Isten választott népe a 10 parancsolatot. But anyway, they eventually were approaching this place called the Promised Land. Tehát éppen az, tehát az ígéret földje felé közelített ugye Isten népe. Now, they had actually been in the wilderness for 40 years. Akkor már 40 éve vándoroltak a pusztaságban. One whole generation of people had died and the new generation was coming up to the Promised Land. Egy teljes generáció ugye már meghalt, és egy új generáció volt, aki az ígéret földje felé közelített. But during that time, God's people had learned to really trust Him. De ez alatt az idő alatt Isten népe nagyon megtanulta azt, hogy bízzon az Úrban. He had provided everything for them. Mindennel ellátt őket, mindent biztosított számukra. He had provided their food. Ételt adott számukra. He had provided guidance. Vezetést adott nekik. Each day they were guided by either a cloud during the day or a pillar of fire at night. Akár egy felhő vezette, akár egy tűzoszlop, tehát mindig volt, ami vezesse napról napra őket. So they knew that God was on their side. Tehát tudták azt, hogy Isten az ő oldalukon áll. Well, as they approached this promised land, God reminded them that they were actually going to be going into a land that already had cities and already had inhabitants. És ahogy közelítettek az ígéret földje felé, Isten emlékeztette arra a népét, hogy ez egy olyan föld, ahol már élnek ott emberek, tehát vannak már városok, épületek is, és emberek élnek ott. But because of the lifestyle of the people that were living there, God was giving them permission to conquer these cities to inhabit them themselves. De amiatt az élet stílus miatt, amit az ott élők folytattak, Isten megengedte az ő népének, hogy belépjenek ide és legyőzzék. Átvegyék ezt a földet. The first city that they encountered was a city called Jericho. Az első város, amelyet találtak az útjuk során itt az ígéret földje felé, az nem volt más, mint Jerikó. Now God's people trusted him. Isten népe bízott az Úrban. They knew that he was on their side. És tudták azt, hogy Isten az ő oldalukon áll. But then they saw these walls that surrounded this city called Jericho. De akkor meglátták azt az óriási, hatalmas városfalat, amely körülvette Jerikót. You might want to look up, do a search on your computer for the walls of Jericho. Hogyha rákerestek a Google-ban például Jerikó városfalára, it's amazing how massive these walls were. Akkor meglátjátok, hogy micsoda hatalmas vastag fal rendszer vette körül ezt a várost. So God's people said, well, we know God wants us to conquer the city, but look at these walls. És akkor Isten népe azt mondta, hogy hát oké, hogy Isten azt akarja, hogy bevegyük ezt a várost, de hát nézzétek meg ezt a falat. How are we going to get around these walls to conquer the city? Hogy fogunk bejutni ezen a falon belül, ahogy le, tehát hogy átvegyük ezt a várost? The walls were so high they couldn't get over them. Olyan magas volt a fal, hogy nem tudtak fölmászni rá. They went down into the ground and they couldn't dig under them. Megpróbáltak aláásni a fal alá, de ez sem sikerült. And they were so massively thick they couldn't knock a hole through them to go through. És olyan vastag volt ez a fal, hogy nem tudtak lyukat sem törni rajta. So what were they to do? Tehát mit tehettek ebben a helyzetben? Well, God had a plan. Istennek erre is volt terve. And I have to say it's a very strange plan. És azt kell mondjam, hogy meglehetősen furcsa volt ez a terv. But I want to say this to you tonight. De szeretném ezt elmondani most nektek. I want to be a reminder to you tonight. Szeretnék emlékeztetni benneteket arra. God always has a plan. Hogy Istennek mindig van terve számotokra. And God has a plan for every person in this room tonight.
És ebben a helyiségben minden egyes ember számára Istennek van terve. And even though it may not be a plan that you fully understand, He's got a great plan for you. És lehet, hogy nem érted ennek a tervnek minden apró részletét, de Istennek egy nagyszerű terve van számodra. And God's plan doesn't always have to match convention. It doesn't necessarily mean it's one we're going to understand it. És Isten terve nem mindig azt jelenti, hogy az ember ezt megérti, vagy teljesen át tudja élni, vagy egyetért benne. And that was true of this plan to conquer Jericho as well. És ez erre a Jerikóval kapcsolatos tervére is igaz volt. You see, he told his people to march around the walls of the city once each day for 6 days. Azt mondta az Úr a népének, hogy minden egyes nap, 6 napon keresztül sétáljanak körbe Jerikó fala alatt. And then he told his people to march all the way around the walls of the city on the 7th day, 7 times. És azt mondta, hogy a 7. napon pedig, tehát a 6 nap után a 7. napon 7-szer járják körbe Jerikó városát. And then he told the priest to blow the trumpets. Igen, ugye ez lett volna a terv, hogy megvárják a fordítást. So we're going to do that one more time. Még egyszer. So God told the priest to blow the trumpets. Tehát azt mondta az Úr a főpapnak, hogy fújja meg a trombitát. És akkor azt mondta az Úr a népének, hogy kiáltsanak. Ez most jó volt. Okay, and then you tell me, then what happened? És akkor ti mondjátok nekem, hogy mi történt. They did. The walls fell down. By the way, igen, leomlottak a falak. And by the way, you can go to Israel right now and you can see the remnants of how those walls fell down into the ground. És ha elmentek Izraelbe, akkor a mai napig is láthatjátok, hogy hol, tehát hol van ennek a falnak a nyoma, hol omlott le Jerikó város falának. Wouldn't that story make a great movie? Nem lenne ebből egy egyszerű mozifilm, nem gondoljátok? I think it'd be a great movie script. Szerintem egy nagyszerű forgatókönyvet lehetne ebből írni. Well, I learned 3 things from that story. Ebből a történetből 3 dolgot tanultam. One. Az első. God has a plan. Istennek van egy terve. Always. Mindig. Two. A második. God's plan is always the best plan. Isten terve mindig a legjobb terv. Even if you don't understand it. Még akkor is, ha nem értjük. Because you see, he can see the future, we can't. Mert ugye ő látja a jövőt, mi meg nem látjuk. And three. És a harmadik. God always keeps his promises. Az, hogy Isten mindig megtartja az ígéreteit. God has never broken a promise. Egyetlen ígéretét sem szegte meg. You can read his word and see and fall through history. He never broke a promise. Elolvashatod az igében, a Szentírásban, végigmehetsz rajta, egyetlen ígéretét sem szegte meg. God is always faithful to those who love him. Isten mindig hűséges azokhoz, akik szeretik őt. And follow him. És követik őt. Well, that's what I learned from that story. Nos, én ezt tanultam meg ebből a történetből. And Deborah's going to come and sing a song about that battle here. Most pedig Debra fog énekelni nekünk, megénekli ezt a Jerikó történetet. And what she's going to be singing is about the power that we have when we praise God. És ő pedig a dicséretben rejlő erőről fog beszélni. Tehát ha Isten dicsérjük, hogy abban milyen erő lehetünk. Because you know in the Psalms it says that God inhabits our praise. Mert a Zsoltárokban azt olvassuk, hogy Isten a mi dicséreteinkben lakozik. And when we praise him, he wants to be there, to be faithful, to be there for us. És amikor mi őt dicsőítjük, akkor ott akar lenni közöttünk, velünk, és hűséges hozzánk. And 1, 2, 3.
The next song is a song written by Aretha Franklin, one of my favorite vocalists. A következő éneket Aretha Franklin írta, az egyik legkedvencebb zenészem. And this is a song of hope. Ez az ének a reménységről szól. Because as Jesus said, in this world you will have trials and you will have troubles. Ahogy Jézus is mondta, e világon nyomorúságotok lesz. But be of good cheer, for I have overcome the world. De ne féljetek, mert én legyőztem a világot. I've had a lot of darkness in my life and I've always tried to solve it by myself. I've always tried to control that pain by myself. Nekem is nagyon sok sötétség volt az életemben, és mindig magam próbáltam megoldani ezeket a nehézségeket. But it was only when I finally surrendered to Jesus that he helped me get through those dark times, kind of like climbing up a mountain step by step. De csak akkor tudtam legyőzni ezeket a nehézségeket, nyomorúságot, amikor feladtam mindent, és tényleg Jézusra, Istenre bíztam, olyan, mint amikor egy hegyet másztam meg lépésről lépésre. And now I've had many victories through Jesus Christ. Azóta már nagyon sok győzelmem volt Jézuson keresztül, vagy Jézusban. And it doesn't mean that I won't have struggles again, but now I know where to go to when I do. És ez nem azt jelenti, hogy többé nem lesznek harcaim, hanem csak azt jelenti, hogy tudom, hogy kihez forduljak ezekben a nehéz időkben. Thank you.
I've discovered that there's, in my travels, mission travels, that there's one song that unites believers around the world more than any other. Megfigyeltem, hogy a missziós útjaim során van egy ének, amely jobban összeköti a hívőket, a benne hívőket, mint bármely más ének. In the last 15 years, I've been to 35 countries. Az elmúlt 15 évben 35 országban jártam. And this song is sung in every one of them. És ez az ének minden egyes országban létezik. By believers who are passionate about the Lord. És mindenhol éneklik az Istenben hívő emberek. And you know this song too. És szerintem ti is ismeritek ezt az éneket. And I think it's one that you love. És szerintem egy olyan, amelyet ti is nagyon szerettek. Now in English the title is How Great Thou Art. A címe pedig az, hogy Nagy Istenem, ja tényleg, Nagy Istenem. Köszönöm. You guys? Yes. Do they have it? Yes. Okay. Megvan. I want to play this song at this time. I love it. Én nagyon szeretem ezt az éneket. And but I want you to reflect while we play this. De szeretném, hogyha elgondolkodnátok, miközben ezt játszok nektek. On your lives. Gondolkodjatok el az életeteken. It's easy for me to assume that you are here attending this program in a church, a Christian church. And that perhaps you do know Jesus as your personal savior. Könnyű számomra azt feltételezni, hogy azért vagy itt, mert egy gyülekezetnek a tagja vagy, és Jézust ismered személyes megváltóként. But I don't know that for sure. De nem lehetek ebben biztos. Because it's a personal relationship between you and God. Hát ez egy személyes kapcsolat közted és Isten között. If you know the Lord Jesus Christ as your savior tonight, I want you to reflect on that day or that time when you met him and ask him to come live in your heart. Hogyha ismered az Urat személyes megváltóként, akkor szeretnélek arra kérni, hogy gondolj vissza az életednek arra a szakaszára, amikor ezt a döntést meghoztad, amikor ő belépett a te életedbe. If you don't know him tonight, I'm going to say some words after this that to help reflect on some of the what that means for you. Ha pedig nem ismered őt személyes megváltóként, akkor az ének után lesz még egy pár szó, amit majd mondanék ehhez kapcsolódóan, hogy mit jelenthet ez számodra, az a döntés. This is a great song of praise to God. Ez egy igazi Isten dicsőítő ének.
I want to make sure that I share something with you tonight. Szeretnék biztosítani benne, hogy valamit mindenképp megosztok veletek ma este. Did I mention to you that God always has a plan? Mondtam már, hogy Istennek van terve számotokra? Did I also say that God's plan is always the best plan? Azt is mondtam már, hogy Isten terve mindig a legjobb terv. I just want to make sure I said those things. Csak szeretném biztosan, hogy ezt már elmondtam nektek. Did I also tell you that God always keeps his promises? Azt is mondtam már, hogy Isten mindig megtartja az ígéreteit. Yeah. One of the promises that God has made us, and it's clearly stated in His Word. Isten egyik ígérete, amely benne van a Szentírásban is feketén-fehéren. Is that He loves us. Az az, hogy Isten szeret minket. He loves you. Isten szeret téged. He loves me. És engem. And He loves us totally, unconditionally. Isten teljesen és feltétel nélkül szeret minket. What does that mean, unconditionally? Mit jelent az, hogy feltétel nélkül? It means that there is nothing that you can ever do to make God love you more than He does today. Az azt jelenti, hogy nincs semmi a világon, amit tehetnél annak érdekében, hogy Isten jobban szeressen annál, mint ahogy ma szeret téged. And it also means that there's not anything that you could do to make Him love you less. Azt is jelenti, hogy nem tehetsz semmit, aminek az lenne az eredménye, hogy ő így kevésbé szeretne, mint amennyire most szeret téged. He promises you that He loves you unconditionally. Azt ígéri, hogy feltétel nélkül szeret minket. And He loves you so much that He came up with a plan. Isten annyira szeret téged, hogy neki is volt egy terve. And this was a plan so that He could have a relationship with you personally. És ez a terv az arról szólt, hogy egy személyes kapcsolata lehessen veled. I don't know if I think I mentioned to you on the story about Jericho that I didn't understand that plan. Aztán megmondtam már nektek, hogy a Jerikó történetével kapcsolatban nem teljesen értettem azt a tervet. Well, I'm going to tell you that the plan I'm talking to you about, I don't understand either. Azt is elmondom nektek, hogy ez a terv, amiről most beszélek, ezt sem értem teljesen. But it's His plan. De ez Istennek a terve. And it's the best plan. És ez a legjobb terv. Because it's His. Mert ez az övé. And His plan, in order for Him to have a relationship with you, He cannot have any relationship that has sin in it. Ez a terv pedig arról is szól, hogy neki nem lehet senki olyas valakivel kapcsolata, akiben bűn van, vagy a bűn nem. God can't look at sin. Isten nem tud a bűnre tekinteni. So He needed to provide a plan for our sin to be erased. Tehát kellett egy olyan tervet is megalkotnia, amelyben a mi bűneink eltöröltetnek. All of us have sin in our lives. Mindannyiunknak van bűn az életében. And I have to be honest with you, it's not going to be over until we meet Him in heaven. És őszintén leszek veletek, ez nem fog megváltozni mindaddig, amíg nem találkozunk majd vele a mennyben. Because our nature is a sinful nature. Mert természetünk egy bűnös természet. Can I tell you that when I get up in the morning, I go to this room called the bathroom? Elmondom nektek, hogy reggel, amikor felkelek, akkor elmegyek a mosdóba. Most of you probably do that. Valószínűleg többen vagytok ezzel így. And I look in the mirror. És akkor tükörben nézek a fürdőszobában. And there are many mornings when I do not like what I see. És nagyon sok olyan reggel van, amikor nem tetszik az, amit látok. I'm not talking about the way I look. Most nem arra gondolok, hogy nézek ki. But I'm talking about I'm looking at the mirror of my heart. Hanem a szívemet látom ebben a tükörben. And there are mornings that I get up and I know that there are things in my heart that should not be there. És ezeken a reggeleken, amikor tükörben nézek, akkor tudom, hogy vannak a szívemben olyan dolgok, amelyeknek nem kéne ott lennie. Maybe that happens for you too. Lehet, hogy ez veletek is így van néha. Maybe there's a relationship that has been damaged. Lehet, hogy van egy megromlott kapcsolat. Maybe there's been something that you have said to someone that is inappropriate. Lehet, hogy mondtál valamit valakinek, ami nem volt a helyén, vagy nem volt helyén való.
There could be many, many things that could cause you to be, that we would call sin. Nagyon-nagyon sok minden lehet, ami a bűn, és bűnnek nevezhető. But God decided, Isten úgy döntött, that he was going to send his one and only son, hogy elküldi az ő egyszülött fiát, to this earth, erre a világra, a God-man, egy Isten embert, and that he was going to go to an ugly, cruel cross. És hogy felmegy egy szörnyű, borzasztó keresztre, ez az Isten ember. And that he was going to die on that cross. És hogy ő meg fog halni ezen a kereszten. And that would be payment. És ez egy fizetség lesz. Our sin. A mi bűneinkért. And it's all of our sin. Az összes bűnünkért. Past. A múlt bűneiért. Present. A jelen bűneiért. And future. És a jövő bűneiért is. And when I say payment, what does that mean? És akkor ezt kérdezem, hogy ez most mit jelent? God told us in his word that the payment for sin is death. Azt olvassuk az igében, hogy a bűn zsoldja a halál. And it's not physical death he's talking about. És itt nem fizikai halálról beszél. It's spiritual death. Hanem lelki, szellemi halálról. Which is ultimately separation from God. Ami pedig az Istentől való elválasztottságot jelenti. But he loves you. De Isten szeret téged. And he wants to have a relationship with you. És akarja, hogy kapcsolatban legyen veled. So he had to find a way to erase the sin in our lives. Tehát találnia kellett egy módot arra, hogy eltörölje azt a sok bűnt, ami elválaszt minket tőle. And there's one verse that states the whole plan that he had. És egy olyan igevers van, amely ezt az egész tervet részletezi és összefoglalja. It's in the book of John. Ez a János evangéliumában van. And the verse is. Ez a János 3:16, hogy ezt tudja mindenki, vagy tudjuk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vessze, hanem örök élete legyen. Is there a promise in there? Van ebben az igeversben ígéret? There is, isn't there? That if we believe. Hogyha hiszünk. That he would give us eternal life. Akkor ő örök életet ad nekünk. Did I tell you that God always keeps his promises? Mondtam már nektek, hogy Isten mindig megtartja az ígéreteit? Yeah, he does. I don't understand this plan. Nem értem ezt a tervet. I cannot conceive of taking my son. Fel nem tudom fogni, hogy adhatom oda a fiamat. And turning him over to any authority that would kill him. És odaadjuk egy olyan hatóságnak, amely megöli őt akár milyen módon is. Much less on a cross. Nem, hogy egy kereszten. God chose to do that for you. És Isten ezt választotta, ezt döntötte, érted? Now here's the really interesting part to me. És itt az igazán érdekes rész számomra. You would think that an act of love that great would require a great sacrifice on our part. Azt gondolnád, hogy a szeretetnek egy ilyen hatalmas megnyilvánulása részünkről is egy hatalmas áldozatot kíván. But the only thing he said that it was this. De az egyetlen dolog, amit ő mond ezzel kapcsolatban, az a következő. If you believe that Jesus is the Son of God. Hogyha hiszel Jézusban, mint az ő egyszülött fiában. And you believe that he is the Messiah, our Savior. És hogyha elhiszed azt, hogy ő a Messiás, ami megváltunk. And you believe that him going to the cross was for to pay the debt for our sin. És hogyha elhiszed azt, hogy ő azért ment fel a keresztre, hogy megfizesse a bűneinkért a váltságot. And if you ask God for forgiveness. És hogyha Istent a bűneid bocsánatára kéred. And ask the Spirit of God to come and live within your heart. És kéred az ő Szent Lelkét, hogy te benned éljen. That's all there is to it. You just believe. Akkor ennyi, igazából erről szól az egész. Takes faith. Hitről szól. But it takes a decision. De egy döntésről is. God gave us free will. Isten szabad akaratot adott nekünk. I have a friend at home that he's a project for me. Van egy barátom otthon, aki egy nagy kihívás számomra, egy feladat. He's not a believer. Nem hívő. Yet. Még. But we meet and we talk. Sokszor találkozunk, beszélgetünk. And I was describing the fact that God gave us free will. És próbáltam elmagyarázni neki, hogy Istentől szabad akaratot kaptunk.
And he said, I don't like free will. És akkor azt mondta, hogy én nem szeretem a szabad akaratot. It's just not a good idea. Nem jó ötlet. I wish God would just tell me what to do and I'll do it. Bár csak Isten megmondaná, hogy mit tegyek, és én akkor azt megteszem. But God doesn't work that way. De Isten nem így működik. You see, God has already chosen you because He created you. Isten már kiválasztott téged, mert ő teremtett téged. God already loves you. Isten már szeret téged. But He wants you to choose Him. De ő azt akarja, hogy te is dönts mellette, te is választ őt. Because then it's real. It's a real thing. Mert ez egy valóságos dolog. If we didn't have the free will part, hogyha nem lenne szabad akaratunk, and God just said, okay, you're saved and you're not. És Isten csak azt mondaná, jó, te meg vagy váltva, te meg nem. Then we're robots. Akkor robotok lennénk. He wants us to choose Him. Isten azt akarja, hogy mi döntsünk mellette. And He wants us to choose to love Him. És azt akarja, hogy döntsünk úgy, hogy szeretjük őt. Because He first loved us. Mert ő szeretett minket először. Well, that's His message. Ez az ő üzenete. And it's so simple. Olyan egyszerű. Do you exchange presents, gifts at Christmas time? Ti is adtok egymásnak ajándékokat karácsonykor? You do. And when someone gives you a present, you don't say, how much was that? Amikor valakitől kapsz egy ajándékot, akkor nem kérdezed meg, hogy mennyibe került. What do you do? Mit csinálsz? You receive. Elfogadod. It's free. Ingyen van. It doesn't cost you anything. Neked nem kerül semmibe. It's already been paid. Ez már ki van fizetve. Someone says, here is a gift. És azt mondja valaki, hogy tessék, fogadd az a te ajándékod. This is God's gift. Ez Isten ajándéka számunkra. And all He wants us to do is receive it. És Isten csak azt akarja, hogy ezt elfogadjuk. Just say yes. Hogy azt mondjuk, tehát, hogy igent mondjuk rá. That's all we have to do. Csak ennyit kell tennünk. I'm going to pray. Szeretnék imádkozni. And I want to ask you to do this. If you already know that the Lord Jesus Christ is your personal Savior, I want you to pray for anyone in this room who does not know Him tonight. For anyone who has not received the life-changing love of God. Aki még nem fogadta el az életváltoztató ajándékát Istennek. I want you to pray that their hearts will open tonight. Kérlek, hogy imádkozz azért, hogy az ő szívük megnyíljon ma este. Because this gift doesn't come from me. Mert ez az ajándék nem tőlem jön. It can't come from any of you. Nem is tőletek jön bármelyiketektől. It can only come from God. Ez csak Istentől jöhet. Through His Son, Jesus Christ. Az ő fián, Jézus Krisztuson keresztül. Who gave His all for us. Aki mindenét odaadta értünk. For anyone here tonight that maybe doesn't know Jesus as their personal Savior. És ha van közöttünk olyas valaki, aki nem ismeri még az Urat személyes megváltójaként. If you pray this prayer with me tonight and you are sincere. Hogyha elmondod velem ezt az imádságot őszintén, tiszta szívből. You are receiving the gift. Akkor ezzel meg is kapod az ajándékot. And the Spirit of God will enter your heart and live there for all the rest of your life. És Isten lelke belép az életedbe és ott lesz veled egész életed során. Now if you're thinking, oh, there's just stuff in my life that I have to get cleaned up first. Hogyha azt gondolod, hogy fogad nagyon sok dolog van az életemben, amit ki kell először takarítanom onnan. No. Nem. God wants you just like you are right now. Isten úgy akar téged elfogadni, ahogy vagy. Itt is. He already loves you. Már szeret téged. He wants you right now. És most akar veled kapcsolatba lépni. He'll take care of the rest. Többit majd elvégzi később. So pray with me. Imádkozzatok velem. Lord, I come to you with an open heart. Uram, tisztán, nyitott szívvel jövök hozzád. And I want to know you. És szeretnélek megismerni téged. I want to learn how to love you. Szeretném megtanulni, hogy hogyan szeressenek téged. I want to accept this gift of salvation that you're offering me. Szeretném elfogadni a megváltás ajándékát. So I'm asking you to forgive me of all of my sins right now. Úgyhogy kérlek téged, hogy bocsáss meg az összes bűnömet itt és most. And please
come and live in my heart. És kérlek, hogy jöjj és élj az én életemben, a szívemben. And be the Lord of my life for the rest of my days. És te legyél az életem ura, életem egész hátralevő részében. And teach me how to live according to your plan. És taníts arra, hogy hogyan éljek a te terved szerint. And I ask this in the name of Jesus. Jézus nevében kérem. Amen. Amen. I'm not going to ask you if any of you prayed that prayer sincerely to accept Jesus tonight. Nem fogom megkérdezni, hogy hányan közöltek mondtátok el ezt az imádságot most itt ma este. I'm not going to ask you to raise your hand or anything. Nem kérem, hogy tegyétek fel a kezeteket. But the pastor will be here. De itt lesz a pásztorunk, pásztorotok. And I want you to come and see him right after the service. Szeretném, hogyha oda mennétek hozzá és elmondanátok neki. Tell him what took place in your life. Hogy mi zajlott le az életetekben most itt ma este. I want you to listen to this last song. Szeretném, hogyha meghallgatnátok ezt az utolsó éneket. And translation will be up on the screen. A fordítás fent lesz a kivetítőn. Because I'll bet that these words apply. These words apply to all of us at some point in our lives. Mert fogadom ennek, hogy ennek az éneknek a szavai, a szövege mindannyiunk életében, életére alkalmazhatunk egy adott pillanatban valamikor. What this song says is that He, God, is able to do everything that we need in our lives. Arról szól az ének, hogy Isten képes arra, hogy bármit és mindent megtegyen a mi életünkben. Like peering through
hogy a Biblia Józsué és Hugo zenekara rendkívül boldog volt, amikor teljes hangerővel hétszer körbejárja a várost, az összes fal összeomlott. I know from the Bible that Joshua and his people were very happy when they walked around the walls of Jericho and the walls came down and they blew the trumpets. Well, I was so happy that our walls did not come down. The windows are still there. Also, the columns are there. Some people ran away from the front. But most of us stayed. Úgyhogy olyan boldogok vagyunk, amikor visszatekintünk erre a másfél kettő órára. So we're very happy as we look back on the past two hours. Szóval azért mikrofonon pedig nagyon fontos voltam, most nem mondom semmi a magam. Szóval nagyon boldog vagyok, hogy ismét felkerestek bennünket a mi vendégeink. So I'm so happy that you came to visit us for another time. És arra emlékeztetett engem ez a mai alkalom, hogy az idő végén ismét megszólalt harsány. And tonight reminded me that at the end of time the trumpets will be heard again. Ha tetszik, ha nem. Whether we like it or not. Mindenkinek meg kell hallania. Everybody will hear it. Még azok is, akik a sírban van. Even those who are in the grave. És azok is, akik élve meglátják ezt a napot. And those who will live on that day. Mert trombita fog szólni. Because there will be trumpets. És minden összeomlik, and everything will crumble, ami nem Istenre építkezett. Whatever was not built on God. Józsué és zenekara azt láthatta, Joshua and his musicians probably saw, hogy egy istentelen hatalom, Jericho ennek volt a jelképe. That an ungodly power, this is what Jericho symbolizes. Kártyakkel bárként omlott össze. Just crumbled down as a. Azon a bizonyos napon ismételten minden össze, ami Isten ellen szövetkezett. So on that day, on that final day, everything will collapse. Everything that was not built on God. De ami a mozdíthatatlan kősziklára, az az Jézus Krisztusra épült, az mind megmarad. But what was built on the most solid rock, the only rock, Jesus Christ will remain. Mert ő azt mondta tanítványainak először, because he said to his disciples, mert én építeni fogom az imány a szentegyházamat. Because I will build my church. És aki erre a kősziklára épül, and whatever is built on this rock, az mindörökké megmarad. Will stay forever. És még a pokol kapui sem arathatnak diadalt a Krisztus egyházat. And not even the gates of ezért tehát én is bántorítom azokat, akik nem. I love this verse. I don't know this verse. You know, those words, last words of Jesus, even the gates of hell. Thank you. Igen. Not, well, yes, thank you. Igen, tehát én is bántorítom azokat, akiknek a szívében hozva a döntés, de még nem lették ezt kinyilvánítani. So I also want to encourage those of you who have a decision in your heart, but if you have not been able to step out yet or ha ezt még nem tettétek meg, akkor itt ez a másnál. If you haven't done it yet, tonight is a great opportunity. Halljátok meg, hogy Jézus nélkül inap minden körületetek. You can say it out that your life is unstable and unsure without Jesus. De ha ráépül lelki házatok, megmaradtok tieitekkel együtt, az üdvözöltek sokasságában. But if you build your life on him, then you will ne késézek el a mát. Még ma. Tegyétek meg, mert erre hív bennünket ez az estén. And you should make this decision today, because that's what God calls us to do. Keresetek meg bennünket, szívesen imádkozunk is veletek. So you can find us after this and we'll be happy to pray for you. Mához két hét és a helyeknek mondom, akik még itt maradnak, már itt Magyarországon. So those of you who will be here in two weeks from today, pünkös ünnepeljön. It'll be Pentecost. Vannak közöttünk olyanok, akik most tudtak döntésre. We may have some of us who made a decision just recently. És szeretnének nyilvánosan elköteleződni Jézus Krisztus mellett. We would like to make a public commitment to Jesus. És ennek úgy, mint annak idején Jézus és tanítványai bemutatták, a Jordán vízében alá merülnek. And just like Jesus and his disciples set the example by getting baptized in the river Jordan. A szószék mögött jelképesen a Jordán vize. We have the symbolic water just behind you, the baptismal font.
és ott fognak tanúságot tenni olyanok, akik azt mondják, hogy mögöttem a világ, előttem Jézus. So that's where those people will be baptized, those who say that the world is behind me and Jesus is. Alá merülnek a víz hullámaival. So they will be immersed in the water. Lezárulik fölöttük a víz hulláma. The water closes above their heads. Lezárulik egy elrontott múlt. One chapter of their life, their wrecked and damaged life is closed. És hitünk szerint onnan emelkedve föl, ettől kezdve már Krisztus követi. And according to our belief, from the next moment on, this will be a new chapter and they will follow Jesus. Itt többségében már voltak, akik ennek tanúi voltak, akár a személyes életükben. So many of us here have been through this, have witnessed this, and been through this in our personal lives. Aki ennek nem volt még tanúja, szívesen várjuk el a két év múlva. If you have not witnessed this, then we'll be happy to have you here in 2 weeks from today. Sőt, csatlakoztam azon közé, akik leszeretnék zárni az elrontott múltat, és egy újat akarnak kezdeni Krisztussal. And you may also join those who want to close one chapter of their life and want to open a new chapter. Ők is nyugodtan jelezhetik, imádkozunk értük. You can also come and see us. És mielőtt felsorolnám az összes lehetőséget, amit a gyülekezetünkben adódik. And before I give you all the options of our church, all the different opportunities to meet us. Mindenkinek a lelkének ötlen, hogy feltétlenül keresse meg a saját gyülekezetét. I want to encourage you to find your own church. De akinek nincsen. But you don't have one yet. Szívesen felajánlom a kis testvéri gyülekezetet. I'd like to encourage you to come to the Kis Pest Church. Well, make sure you have a place here. Egészen addig, amíg Krisztus el nem jön. Until the day when Christ comes. Ha éppen erősödhetünk Krisztus egyházának tagjává lehet, és átérezheti azt a szeretetet, amit mi is tőle kapunk Krisztustól. Where you can grow in your faith and you can experience the love that we get from the Lord Jesus. És most a köszönet szavai hagyjanak most már jóval rövidebbre. So let me just say a few words of thankfulness. Óriási élmény volt számunkra ez a ma este. It was a wonderful experience for us to be here tonight with you. Mikor jöttek legközelebb? When are you coming next? Soon. Hamarosan. Jó. Meg szeretnék köszönni a karmesternek elsősorban jelképesen is velem mindenkinek, aki folytan kötött ezt a szép estét. So we'd like to thank you for coming and also especially thank Ken for coming, for him being a conductor of this team and for being here with us. Körblam testvérnek szeretnénk átadni egy magyar emléket. So I'd like to give you a little souvenir from Hungary, dear brother. Egy olyan népművészeti emléket, mint a feleségem ad rá. Budapest legcsodálatosabb főváros, ugye ki az, aki ezt mondja? Budapest is the most wonderful capital of the world. We're not biased, you know, what makes me mad? Ennél szemben csak a mennyei Jeruzsálem lesz. Only the heavenly Jerusalem is more beautiful than Budapest, we think. Anna a képét látni. So that's what you see on the plate that you got, the souvenir plate. Elnézést kérek, hogy úgy kellett volna, hogy lett volna hívő, hogyha Andreának mondjuk először. Debrának vagyunk. And we have the same for The rest of the team received a very warm handshake and very és egy kínál vacsorát. And dinner. Dinner. Úgyhogy Isten tisztelet után szeretnék kérni vendégeinket, hogy fogadják a kívánságokat. So you have dinner waiting for you right after this, just out there. És szeretném, hogy kellekünk fogadják el a vacsorát kívánságokat. So we'd like you to invite to receive the invitation. Thank you very much. Another last song, one last song. Addig kapcsoljuk, míg elkezdik, és utána megint folytatjuk, jó? Okay.